Fát ültetnek a város vezetői az újonnan kialakított Irényi úti pihenőparkban. A növénytelepítés során eddig 100 kg fűmagot vetettek, a dekoratív virágtartó edényzetekbe pedig 60 darab levendulát, 15 aranyvesszőt, 15 darab nyári orgonát, 5 darab tűztövist és 16 darab spireát ültettek. Szerdán 7 kör is telepítettek, a közeljövőben pedig további 19 oszlopos kínai díszkörtefával bővül a terület. A több millió forintos beruházásból megvalósuló pihenőpark kialakításának költségeit az önkormányzat saját forrásból biztosította, a kivitelező cég pedig a Barcika Park Nonprofit Kft. Volt, tudtuk meg Szitka Péter polgármestertől. A későbbiekben a lakosság bevonásával szeretnék a pihenőpark további lehetőségeit is kihasználni, újabb funkciókkal bővíteni, árult el dr. Perjési Zsolt, a körzet önkormányzati képviselője. Jó pár évvel ezelőtt egy lakossági fórum előzte meg ezt az egész történetet, ahol polgármester úrral arról szondáztattuk a lakosságot, hogy mit szeretnének a bölcsőde és óvoda helyére, és egyértelműen egy pihenő parkot választottak a lakók nagy többséggel, úgyhogy ennek a végső simításai zajlanak most. Tavaly ősszel már elkezdődött a terület felmérése, és az enyhe februári télben már a kivitelezés munkálata is nagyon szépen előre haladtak. Erről a parkról tudni kell, hogy most körülbelül a terület egyharmada kerül parkosításra. Idén ennyi fért bele a büdzsébe. Ez a rész az, ahol elsősorban épületek álltak korábban, így itt jóval kevesebb a fa és a cserje, illetve bokros rész. Ennek a pótlását kezdjük ma meg a mai napon. Itt körisfákat fogunk ültetni a nap folyamán, és egy következő néhány nap múlva, reményem szerint bekövetkező ültetés során pedig az itt látható járdaszakasz, amin állunk, mindkét oldalán a járdától 3-3 méterre vonal szerint, tehát fasorszerűen díszkörtefák kerülnek kihelyezésre, ezek nem nőnek magasra. Kazincbarcikán már 65 évvel ezelőtti alapítása óta különös nagy figyelmet szentelnek a zöld felületek telepítésére, ahogyan kiemelt szerepet játszott a városkép kialakítása során az elmúlt évtizedekben az is, hogy minél színpompásabb és virágokban gazdag környezetben élhessenek a barcikaiak. Kazincbarcika 1982-be kapta meg a rangos Hildi János emlékérmet, két alkalommal is megnyerte a legrangosabbnak számító virágos város kategóriában kiosztott díjat, hiszen 2010-ben és 2013-ban is győzedelmeskedni tudott. A Virágos Városdíj elismerésen túl 2016-ban Kazincbarcika megkapta a regionális kategória külön díját, az Arany Rózsa díjat. 2017-ben belügyminisztériumi elismerésben részesült, valamint 2018-ban elnyerte az Évvárosa külön díjat is. Kazincbarcika 65. születésnapja alkalmából különösen fontos, hogy a lehető legszínesebb köntösbe öltözzön a város, ezért növényültetési akcióba kezdett tavasszal a Barcika Park Nonprofit Kft., melynek eredményei pár héten belül megmutatkoznak majd a város utcáin, tudtuk meg Szitka Péter polgármestertől. Kazincbarcika természetesen az idén is nevez a Virágos Magyarország mozgalom, immár 26 éves múltra visszatekintő pályázatára, a Virágos Városdíjra. A városvezető ő hozzátette, ez komoly megmérettetés, és fontos, hogy a lehetőségekhez képest a leginkább családbarát, zöld környezet valósuljon meg az itt lakók számára.